Kezdetben alkotta az ember a pénztárcát. A pénztárca üres és pénz nélküli volt. Kompletérem tervnek én vagyok a elkészítője. Amikor a pénzszervezés elindult, az nagyon nagy kutatómunka előzte meg, hogy ezzel is akartam felhívni a figyelmet arra, hogy vannak Magyarországon olyan kedves kis értékek, növények, védett madarak. Többfajta variációja van neki, de valahol mégis az ember az első, én legalábbis mindig az első ötletnél ragadok le. Aztán megalkotta az ember a forintos. Az első, ami elkészült, az egy forintos volt. És látta, hogy nem jó neki egyedül. Ezért szerzett neki segítőtársat, hozzáillőt. És látta az ember, hogy mindaz, amit alkotott, íme igen jó. Az ember úgy érzi, hogy amit tett, azt jól csinálta. Tehát jól végezte el a munkáját. Az elvárásnak megfelelően készítette el azt az élet. Nevezte pedig az ember a kis pénzt egy forintnak, és a nagyot 100 forintnak. És mondta az ember, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a pénztárcákat. Egy napon valaki azt mondta az egy forintosnak, hogy kicsi vagy. Majd az 50 forintosnak, nem sokat érsz. A hang arra csábította őket, hogy egyenek az infláció gyümölcséből. És ők engedtek a kísértésnek, és úgy érezték, hogy mit sem érnek többé. És vettettek a külső tőzsdeségre. Ettől kezdve úgy érezte 50 forint, hogy rabság az élete. Unta az automata gépek és a parkolóórák, a bevásárlókocsik slincei. Végleg elkeseredett, mikor egy piacon árusító asszonynak gyalul tökért adták oda, aki jó párszor megszámolta. Az 50 forintos elhatározta, hogy véget vet életének, ennek az értéktelen rabságnak. Várta az alkalmas pillanatot, mikor egy kiadós megszámlálás után az asszony a kredenc tetejére akarta tenni egy pár hencegő 2 forintos kíséretében, elhatározta, hogy leveti magát. Bár esés közben valami féktelen szabadságot érzett és örömében csilingelt a konyha kövén, majd táncra perdült. Egyre gyorsabban forgott maga körül, és egyszer csak bekövetkezett a várva várt pénzhalál. Némán és bénán feküdt egy pókhálós sarokban. Vagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és 1 drachmát elveszt, nem gyújt éjgyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresié gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybe hívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván. Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem. Ezenképpen mondom még, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Édesanyám engem nem tudott szeretni. Nem volt a szívébe anyai szeretet. Úgyhogy én nem ismertem soha, mi az, hogy engem szeret az édesanyám. De az egész életem elég sok küzdködés volt, és ez folytatódott a házasságomba, utána a válásommal. Csak a keserűség maradt utána, és vágytam egy másra, vágytam egy jobbra. Én egy nagyon tevékeny emberke voltam. Mindent meg tudtam csinálni, saját erőből tudtam építkezni. A férfi munkákat magam végeztem, a gyerekemnek egyszer akartam apja is, anyja is lenni, és borzalmasan nehezen tudtam azt elviselni, amikor elveszítettem a mozgási képességemet. A kezem lebénult teljes egészében, a lábammal nem tudtam használni. De, hogyha a kislányom nem rakott egy szelet kenyeret vagy egy pohár vizet oda elém,
Akkor én egész nap éheztem, szomjaztam, mert nem volt segítségem. Teljesen depressziós lettem, elkeseredtem. Én azt hittem annak idején, hogy jót teszek akkor, magammal is, a világgal is, de legfőképpen a családommal, hogyha azzal ajándékozom meg a lányomat, hogy Balagási ajándéknak megkapja azt, hogy én meghaltam. Ez lett volna az ő érettségi ajándék, és az öngyilkosság napja ki volt tűzve, hogy befejezem az életemet, mert a gyerekeim számára kolonc lettem. A kislány, ahova járt gimnáziumba, oda bejárt egy kis csoport. Istenről beszéltek vele, és abban az időben nagyon rossz hírük volt a keresztényeknek. Olvastam újsághíreket, rádióba hallottam, hogy olyan emberek, akik kereszténynek nevezték magukat, csak azért jelentkeztek, hogy pénzt szedjenek el, kizsarolják az embereknek a javait, meglopják, kifordítsák őket magukból. De diszkóba is féltem volna elengedni a kislányt, mert a diszkónak is olyan híre volt, hogy nem voltam benne biztos, ha oda elmegy a kislány, akkor ugyanúgy jön haza, ha egyáltalán hazajön. És ezért úgy gondoltam, hogy inkább a keresztényekhez engedném el. Nem sokkal később föl is kerestek, azt mondták, hogy jönjek el, tiszteljem meg őket azzal a bizalommal, hogy megnézem, mit csinálnak, miről beszélnek, mivel foglalkoznak, hogy tudjam, hogy hova engedtem el a kislányt. És amikor beszélgettünk, nem úgy néztek rám, mint a többi ember, mint egy kétfejű borjúra, hanem embernek tekintettek. Ott segítettek, ahol szükség volt rá, és ahol egyedül is boldogultam, ott elengedtek. Egy evangelizációra vittek el. Nem tudtam akkor, hogy ezt így hívják. Rengeteg ember egy terembe, elől állt valaki, aki beszélt. Nagyon fölkavart. Úgy éreztem, hogy ki beszélnek, hogy rólam beszél. És nem értettem, hogy miért nem forognak az emberek, senki nem lesett rám, hát nem tudják ezek az emberek, hogy most rólam van szó. És mérges voltam, őszintén megmondom, a lányomra is, hogy ő biztos kibeszélt engem, ő mondta el az én titkocskáimat, mert másképp honnan tudná ez az ember. Egy hónap múlva viszont megjelent újra a kis csapat, és elvittek egy újabb evangelizációra, szinte kézről kézre adtak, mindenki ölelgetett, örült nekem. Úgy örültek, mint amikor a kisgyerek egy karácsonyi ajándékot kap. Én ilyen szeretetet, ilyen örömteli fogadtatást még soha életemben nem tapasztaltam. És ekkor már a prédikációt nem úgy hallgattam, hogy rólam beszél, hanem hozzám. Csak egyszer valaki megszólalt a hátam mögött, hogy most már megvallhatsz engem. És én elkezdtem össze-vissza forogni, hogy ki beszél hozzám, és ki mondja azt, hogy valljam meg, és mit valljak meg. Két dolgot tudtam. Az egyik, hogy akkora hatalmas öröm van bennem, hogy attól féltem, hogy én szétrepedek. Nem fért el bennem már ez a hatalmas öröm. A másik meg, hogy más vagyok, más lettem. Nem történt semmi különös, csak én más lettem. Máshogy láttam a világot, már nem akartam meghalni. Nem tudtam, ki a Jézus, de ő beszélt hozzám, és én tudtam, hogy van. Időkbe tellett, évekbe tellett, mire én a Biblián úgy átrágtam magamat, hogy Isten személyes ismerősömmé lett, és ismertem az igéit, és tudtam, hogy mit akar tőlem. Hallottam nagy evangélistákról, amikor emberek gyógyuláson estek keresztül, hogy tömegek gyógyultak meg. Hát jó, ez van másút. De ez így nem stimmel, hogy Amerikában meg lehet gyógyulni, Magyarországon nem, ez így nekem nem jó. Hogy másokkal előfordul velem, nem, ezt nem tudtam elfogadni, mert Isten örök, a szava is örök, a Biblia pedig Isten szava, tehát ennek ma is meg kell lenni. És elkezdtem könyörögni, hogy átéljem ezt a csodát, hogy gyógyulásom legyen. Imádkoztam érte, nem történt semmi. Megkértem másokat, imádkozzanak gyógyulásomért. Nem történt semmi. Gyülekezeteket. Nem történt semmi. Na akkor nem jól csináltam, máshogy próbáltam. Na akkor majd most este, most az egész éjszakát töltöm vele, és majd reggel. Reggel nagy örömmel ugrok fel, hogy na hoppá, föl tudok kelni, ledobtam a lábamat, az zuhant akkorát, durrant is egy jó nagyot a kövezeten, egyből tudtam, hogy ebből fölkelés nincs.
teljesen összetörve mentem az úr elé, sírva, könyörögve. A következő éjszakámat végig az úr jelenlétébe töltöttem. Imádkoztam, sírtam, könyörögtem, hát ez az ima inkább beszélgetés volt. Könyörgés Istenhez. És mondtam, hogy elfogadok mindent, Uram, de taníts, magyarázz. És akkor megszólalt, hanggal, újra hallhatóan. Ő, akiben sokan kételkednek, hogy nem létezik, beszélt, és én hallgattam újra, ittam a szavait. És elmagyarázta, hogy a betegségemet azért kellett, hogy rám adja, hogy végre hozzá kiáltsak. És ő nem azt akarta, hogy én halott legyek, hanem azt, hogy élő. És akkor könyörögtem neki, hogy rendben van, elfogadom. De változtasson ezen, hogy ne a tolókocsi legyen. Vagy ha ő a tolókocsiba akar látni, akkor tegyen meg egy hatalmas nagy csodát. Nekem ez a betegségem hatalmas fájdalmakkal járt. Úgyhogy már attól féltem tényleg, hogy én a fájdalomtól egyszerűen meg fogok őrülni, megzavarodok. És mondtam Istennek, hogy a te utad nem lehet ilyen fogcsikorgató. Nem lehet ilyen szenvedés. A te utad, azt mondta az igéd, hogy a te igád könnyű. És én ezt a könnyű igát akarom magamra venni, Uram, de ezt ne fogcsikorgat, vagy én Istenem szeretlek, hanem tényleg örömmel és teljes szívvel tudjam ezt kiáltani. És Isten egy olyan gyógyulást adott, egy olyan csodát, ami nem látványos, mintha kiugrottam volna a kocsiból, hanem ettől sokkal nagyobb, elvitt a fájdalmamat. Én azóta nem szedek fájdalomcsillapítót. Megmondta Isten azt is, hogy ki tudna szedni engem a tolókocsiból. 2 perc se be sem telik neki, mert ő neki az semmi. De arra is rámutatott, hogy én egyrészt elvártam ezt tőle, és Istennel szemben ne legyen embernek elvárása. Másrészt pedig az ő számára így vagyok hathatós eszköz. Hogyha én igazán szolgálni akarom őt, akkor ezzel a kocsival együtt szolgálom, ebben ülve tud engem úgy használni, és ott látni, ahol akar. És én azóta nem csak, hogy elviselem ezt a tolókocsit, de már nagyon sokszor meg tudtam köszönni Istennek ezt. Nem azért, mert nem szeretnék szaladni, dehogy nem. Azt mondtam, ha én bejutok az úrhoz, első dolgom az lesz a kapun belül, hogy egy hatalmas cigánykereket vetek. Semmire nem cserélném el azt, hogy én Istenné vagyok. Az Isten nélküli állapot az a legnagyobb nyomorúság. Nem a tolókocsi. És ezt megtanultam, és én köszönöm ezt Istennek.